üdvözlök mindenkit, a vagyok, srácok, gondoltam, elhozok nektek egy szenáriót, egy, egy, egy jelenetet fogok felvázolni, és megkérlek titeket, hogy reagáljatok erre a jelenetre, miközben én is elmondom, hogy mit szeretnék. Szóval a jelenlegi, hogy is mondjam, világ eseményekből kifolyólag támadt ez az ötletem, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan reagáltok erre a dologra. Most egy aféle post-apokaliptikus uh, világot fogok leírni. Tudván tudod, okay, tudván tudod, hogy egy hét múlva leáll az internet, az áramszolgáltatás nem, de nem lesz továbbá, nem lesz további internet, mert hogy aféle luxus cikknek számít, és egyszerűen megszűnik a kapcsolatod a világgal. A karanténba kell helyezd magad, ugye ez most azért igazán átéljük ezt a jelenetet, karanténba kell helyezd magad, tehát az a limitált emberi kapcsolatok, lesznek, megmaradnak, nem lesz, végképp nem lesz kapcsolatod másik emberrel, mert az internet szolgáltatás megszűnik. A kérdésem pedig az lenne, és nagyon gondoljátok meg a választ, nagyon gondoljátok meg a választ, esetleg hallgassátok meg az elméletemet, mielőtt gyorsan leírjátok a választ. A kérdésem az lenne, egy heted van eldönteni, melyek azok a játékok, amelyeket te megőrzöl, megtartasz. Oké? Okay? Tehát mire gondolok itt? Nagyon jól tudjuk, hogy egyes játékokat fel lehet törni. Ha internet már nem lesz, tört játékokkal lehet játszani. Ugyebár, mi az, ami, melyik az a játék, amiket te megtartanád? Felhívom rá a figyelmedet, hogy online játékok kizárva, ugyebár, ha csak nem vagy te a világ legtehetségesebb hekkere, hogy egy online játékból egy offline játékot csinálj. És mielőtt én elmondanám nektek, hogy mely játékokat választott, arra, hogy ha világ végén, karanténban elzárva, internet nélkül, limitált emberi kapcsolatokkal szórakoztassam magam, elmondanék nektek egy filmelméletet, amit, egy filmet, amit láttam, nem emlékszem már a, a, a címére, aki tudja, az írja le a címét, de a koncepció benne nagyon érdekes volt. Arról szólt a téma, hogy egy pár diák a világ végével játszott az elmélettel és az volt az egésznek a lényege, hogy egy bunkerba zárták magukat jó néhányan és az volt a feladat, hogy túléljenek és az első változatban mindannyian meghaltak, a második változatban már nem. A első és második vilá változat között a különbség az volt, hogy az elsőben nagyon a tudományra, túlélésre fókuszáltak, és kevésbé az emberi kapcsolatokra, a második változatban ennek a szimulációnak, amit levezetek, már emberi kapcsolatokra, illetve szórakozásra fókuszáltak nem olyan keményen a munkára és a tudományra, a túléléshez. És ezáltal az egész koncepció, az egész bezártságuk a bunkerbe egy sokkal elviselhetőbb dolog lett, hogy arra fókuszáltak, hogy emberi kapcsolatok és arra fókuszáltak, ugye, hogy szórakozás, hogy megmaradjon a szórakozásuk. Na most, én egyetértettem ezzel a filozófiában, ezzel a fizó, filozófiával, mert úgy gondolom, hogy igenis az ember számára nagyon fontos, hogy valamivel lekösse az agyát, ami, öm, ami nem feltétlenül terheli rá, hanem inkább felszabadítja ö, azt a terhek alól, a gondok alól, és elnyomja esetleg a magány érzetet, illetve leköti az idő múlását, és úgy gondolom, hogy a játékok erre egy kiváló öm, eszköz, hogyha az ember arra kerül sor, hogy uh, el kell vonulnia, mint például most csináljuk a jelenlegi helyzetek miatt. Szóval ez az alaphelyzet, hölgyeim és uraim, hogy úgy gondolom, hogy fontos, és azt hiszem mi gémerek ott belül, és igazod vissza, hanem ott, ott belül érezzük, hogy mi lenne, ha megszűnne az internet, honnan szedném össze a játékaimat. Értitek, amit mondok? És most kivételesen arról beszélünk, hogy igen, egyes játékokat történt, meg lehet szerezni, és lehet velük játszani. Melyek ezeknek a tényében, és fényében, és ne feledd, hogy az online játékok megszűnnek. A kedvenc ingyenes játékait a Warframe nincs már. Érted, amit mondok? És melyek azok a játékok, amelyeket te nagyon szívesen uh, elraktároznál magadra, mert tudod, hogy esetleg hosszú távon szórakozást nyújtanak is. Most jöjjön az én favorit listám, és szerintem nagyon meg fogtok lepődni, hogy miket mondok, mert hogy nem fogtok olyat találni közt, amit esetleg most nézhettek a YouTube csatornámon. Az egyik ilyen játék, amit nagyon-nagyon szívesen elvinnék és eltárolnék magammal, az a Dragon Age Origins lenne. A Dragon Age Origins egy nagyon és bocs, hogy nem az adott gameplayből vágok be, oké? Okay. Tehát a Dragon Age Origins egy nagyon jó kis MMORPG, és több változaton, többféle több többféle fajta karakterrel ki lehet játszani, és egy nagyon kellemes, legalább 100 órányi játék szórakoztatást ad, és de egy karakterrel beszélünk, és uh, nagyon jól kitalált gameplay menete uh, van. Sokan mondják, hogy nem az a legjobb Dragon Age, de én ezzel kezdtem, és ebbe szerettem bele. Uh, úgyhogy a Dragon Age Origins egy olyan játék lenne, amiről tudom, hogy is meg lehet szerezni, és tudom, hogy hosszú távú szórakozást tudna nyújtani. A következő ilyen uh, két játék, vagy egy játék számolda, hogy veszed Starcraft, uh, vagy a Command Conquer Tiberium Wars. A Starcraft 1, 2, 3 nagyjából mindegy melyik része, de a Tiberium Wars, a Command conquer kifejezetten a Tiberium Wars-t vinném, mert kifejezetten azt tetszik a legjobban az összes Command Conquer közül, az számomra az egyik legföldhöz ragadtabb, és számtalan órát öltem már abban a játékban. Egy nagyon jó stratégiai játék, és és nem lehet megúni a mögött terejlő stratégiát. Igazából csak azért hagytam abba, mert kiment a divatból a játék. Nagyon élveztem vele játszani. Szóval ez egy ilyen, amit én ajánlok a világ végére, az a Command and Conquer Tiberium Wars. A következő, amit vinnék, és most nagyon aktuális a remastered változata miatt, az pedig a Crisis trilógia lenne. És azért a trilógia, mert mind a három játék másfajta játék élményt nyújt, másféle pályastruktúrákkal struktúrákkal és megközelítéssel az adott a játékhoz, ezért a taktikus sandbox élménytől egészen a leszűkült folyosószerű shooterekig, a, agynélküli nélküli shooterek lövöldözésig megkapnám a szórakozást a trilógia által. Most jön egy olyan játék, ami soha nem, jó, sosem mondom azt, hogy soha, de nagy valószínűséggel 98%-ban biztosan nem fogtok látni a csatornámon, és amit elvinnék, az az a tetves Minecraft. az utolsó játék lenne, ami ez nyúlnék ezen a listán, de a Minecraftot elvinném, mert a lehetőségek számtalanak abban a játékban arra, hogy amit meg tudj alkotni, de az utolsó játék, ami lenne, amihez nyúlnék ezen a listán. Na most, egy olyan következő játék következik, ami nem régiben jelent meg, és um, nagyon jó szórakoztam vele, és ez a nemrégiben megjelent játék, ez a Volcen volt. A Volcennek tudjátok, hogy létezik offline változata, és éké nem kell hozzá internet, hogy egy játszál, és ugye egy ARPG-ről beszélünk, fölülnézetős, hackelős, izéről, bildelős valamiről, számtalan lehetőséggel benne, így aztán el lehet mondani, hogy azt is rengeteg órát fektetnénk bele, tehát egy Pass of Exile Diablo-szerű játékról beszélünk, nagyon jól tudjuk, hogy mi milyen sok változatot és lehet kitalálni kombinációt abban a játékban, hogy tudjunk szórakozni vele. És most jöjjön legvégül az aduászom. Nem egy játék, de a játékhoz köze van. Nagyon is köze van, mert abból készülnek a játékok. És amit elvinnék, az nem, nem a PC, az már megvan. Az Unreal Engine. Az Unreal Engine ingyenesen elérhető mindenkinek, nem kell hozzá internet, hogy csinálj vele valamit, és hihetetlenül könnyű alkotni benne. Az Unreal Engine lenne az, amivel új játékokat találnék ki magamnak. Ez lenne az adóász, amikor már mindegyiket meguntam, az Unreal Engine az, ami segítene megtartani az érdeklődésemet. Kicsit csaltam, igen. Úgyhogy ti nem választhatjátok az Unreal Engine-t, azt már én választottam. Melyek lennének azok a játékok, amiket te elvinnél magaddal? Mivel szórakoznál a legjobban? hogyha arra kerül a sor. Hölgyém és uraim, ezek lennének az én választásom, vagy ezekhez hasonló kategóriák, csak ezen játékokkal játszottam, kivéve a minecraft -tal. A minecraft soha nem játszottam, de hajlandó lennék vele játszani a világ végén, mert tudom, hogy miket lehet benne elérni, ami tényleg számtalan kikapcsolódható órát nyújthatna az embernek, de ezen játékokat szívesen tudnám hosszú távon is eljátszani, mert kihelyettesíthetnék az olyan játékokat, mint például a Warfare Nos, ugye amivel leginkább foglalkozom, hölgyeim és uraim! Tetszett a koncepció? Remélem, hogy igen. Írjátok le a komment szekcióba, melyek azok a játékok, amiket te elvinnél magaddal a világ végére. Hölgyém és uraim, nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozz fel, csengőjelecskét, tudjátok mi a stász. Sziasztok!